Idén összesen 106 ezer középiskolás jelentkezett közel 60 felsőoktatási intézménybe. Ők 145 ezer szakot jelöltek meg. Ez a szám 5%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, közölte a Nyíregyházi Egyetem általános rektor helyettese. A jelentkezések számát tekintve az intézmények között az első harmadban végzett az egyetem. Az országos tendenciához viszonyítva azonban többen jelentkeztek. Itt a csökkenés mértéke mindössze 2,2% volt. De a jelentkezések arányát tekintve pozitívan változtak az adatok. Megkülönböztetünk a jelentkezők és jelentkezéseknek a száma. Tehát itt azért érdekes, mert egy jelentkezés, tehát például egy hallgató úgy dönt, hogy behagyja mondjuk a matematika-fizika szakra, meg beadja mondjuk matematika-kémia szakra is, és még beadja nem tudom milyen szakra. Ez azt jelenti, hogy az mindenáron hozzánk akar bejutni, és ilyen hallgatóknak a száma, aki többet is megjelent, hogy a Nyíregyházi Egyetemre jöjjön, ezért mondjuk, hogy a bizalom úgy tűnik, hogy megnőtt, ez 8%-kal nőtt, ez több mint 5000 az ilyen jelentkezéseknek a száma, és ez pontosan ellentétes az országos átlaggal. Az országban ez lefelé ment, nálunk pedig fölfelé. Országos átlagban állami ösztöndíjas képzésre több mint 91 ezeren, önköltségesre pedig 15 ezeren jelentkeztek idén. Ez a finanszírozási arány Nyíregyházán is hasonló, a hallgatók döntő része az államilag támogatott szakokat jelölte meg. A jelentkezők száma összesen 3467 volt idén, hangzott el a sajtótájékoztatón. Népszerű volt a most indított közösségszervező szak, de más intézmények kihelyezett képzései is. Most akkreditált óvodapedagógus alapképzési szak volt a legnépszerűbb, a legmagasabb jelentkezői számot tudhatjuk magunkénak, közel 300 az első helyes jelentkezések száma Nyíregyházi Egyetemre. Ez minden meglévő eddigi szakunk létszámán, jelentkezési létszámán túlmutat. Emellett természetesen a nagy klasszikusok is itt vannak, a gazdálkodási és menedzsment, a programtervező informatikus, de hogy még visszatérjek a pedagógus képzési területre is, a csecsemő és gyermeknevelő is magas jelentkezői létszámmal jelent meg a felvi.hu oldalán, illetve a tanító alapképzési szakra is hasonlóan szép jelentkezési mutatóink vannak. A sajtótájékoztatón a hallgatói önkormányzati testület elnöke Nagy Arabella kiemelte, a diákok még módosíthatnak a sorrenden, a Nyíregyházi Egyetemen pedig nem csak az oktatás, a közösségi élet is kiemelkedően jól működik.